Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, ez 2021-nek az első videója. Az új év beköszöntével sok ember gondol arra, hogy új lappal nyit, új fogadalmakat tesz. Én sem vagyok ezzel másként. Képzeljétek el, pár nappal ezelőtt, amint olvasgattam, hogy hogyan lehetne sikeres újévi fogadalmakat tenni, találtam egy tanulmányt, amiben több mint 1000 embert kísértek egy éven keresztül. Január 1-ével 3 csoportba osztották őket, és mindannyian a saját fogadalmukat megtehették, annak megfelelően, hogy mit szerettek volna abban az évben elérni, és minden hónapban kapcsolatba léptek velük, hogy lemérjék, mennyire sikeresek, és az év végével, egy év elteltével elemezték, hogy mennyire váltak be az újévi fogadalmaik. A mai videóban ennek a tanulmánynak az eredményeit szeretném veletek megosztani, illetve a legvégén szeretném megmutatni, hogy én mit fogadtam meg a tavalyi évben, és az idei évben mit fogok megfogadni. A tanulmányról a linket be fogom tenni a videó leírásába, úgyhogy ti is meg tudjátok nézni, amit esetlegesen nem említek meg, vagy el tudjátok olvasni, hogy miről szólt ez a tanulmány, amit egyébként 2 svéd egyetem közösen végzett, és egész pontosan 1066 ember szerepelt benne. Kezdésnek 3 csoportra osztották az embereket, az első csoport semmilyen segítséget nem kapott, a középső csoportnak adtak egy pici segítséget, a harmadik csoport pedig sok segítséget kapott, ez alatt azt kell érteni, hogy folyamatosan kapcsolatba léptek velük, tippeket adtak, hogy például hogyan állítsák fel a góljaikat, a céljaikat egész pontosan. Nem tudom, hallottatok-e már róla, angolul van ez a SMART, amikor terveztek valamilyen célt, amit el szeretnétek érni. Ez egy rövidítés, minden egyes betű egy-egy angol szónak a megfelelője, ami arról szól, hogy olyan célokat hozzatok létre, ami elérhető, ugye fontos, hogy elérhető legyen a cél, ne azt találjam ki, hogy én szeretnék az angol királynő lenni, amire ugye nem sok esélyem van, hanem olyasmi, hogy például szeretnék lefogyni. Aztán, hogyha ezt az útvonalat szeretném követni, akkor legyen mérhető is. Ugye nagyon fontos, hogy az év végén el tudjuk mondani, hogy sikerült elérni, vagy nem. Ha csak azt mondom, hogy le akarok fogyni, vagy szeretnék gazdag lenni, nos, elég nehéz azt megállapítani, hogy most lefogytam, vagy még mindig ott van az az 1-2 kiló, vagy elég gazdag vagyok már, vagy még mindig nem vagyok gazdag. Ezért fontos, hogy mérhető legyen, tehát legyen az, hogy mínusz 10 kiló, legyen az, hogy nem tudom, legyen a bankszámlámon 1 millió forint, épp ami. Tehát a harmadik csoport ilyen jellegű tanácsokat kapott, illetve folyamatosan beszélgettek velük, folyamatosan figyelték őket, hogy hogyan haladnak. A második csoport az pedig annyival volt másabb, hogy ők is kaptak segítséget, de ők csak e-mailben kaptak egy pár jó tippet a célok felállításával kapcsolatban. És ugye a harmadik csoport pedig semmilyen segítséget nem kapott, ővelük csak negyed évente kapcsolatban léptek, hogy megnézzék, mennyire tartják még a céljukat. Na és mit gondoltak ebből az 1000 emberből a legtöbb milyen típusú fogadalmat tett magának. Én személy szerint azt hittem, hogy az első helyen az fog állni, hogy szeretnének lefogyni, úgyhogy meglepődtem, hogy ez csak a második helyre futott be. Itt van előttem a laptopom, onnan fogom nézni az eredményeket. Képzeljétek el, ebből az 1000 emberből a 33% volt, a legmagasabb százalék volt az, tehát minden harmadik ember, aki a fizikai állapotán szeretett volna javítani, tehát egészségesebb szeretett volna lenni, fittebb szeretett volna lenni. És csak a második helyezett volt 20%-kal, tehát minden ötödik ember volt az, aki a súlyát szerette volna megváltoztatni, egész pontosan csökkenteni szerette volna, fogyni szeretett volna. Aztán az újévi fogadalmak közül 13% volt az, tehát mondhatni minden tizedik, ami étkezéssel volt kapcsolatos, hogy egészségesebben étkezzenek, mást tegyenek, leszokjanak valamiről. És ezek mellett, amit még egyébként választottak, az a személyi fejlődés, a mentális egészség, az alvás mennyisége, munkával és tanulmányokkal kapcsolatos, illetve a dohányzás volt. Amikor kielemezték az eredményeket, az első meglepő dolog az volt, hogy jóval magasabban tartották be az újévi fogadalmukat azok, akik pozitív fogadalmat tettek. Tehát, hogyha valaki mondjuk szeretett volna fogyni, akkor nem azt fogadta meg, hogy mostantól nem eszek több édességet, ez ugye egy negatív, hogy tagadás, hanem azt fogadta meg, hogy mostantól sokkal több zöldséget, mostantól sokkal több gyümölcsöt fogok enni. Az év végén decemberben egész pontosan 59% volt azoknak az aránya, akik elérték az újévi fogadalmukat, és pozitívan fogalmazták meg. Tehát ez, hogy több zöldséget fogok enni, és mindösszesen 47
4%-a, tehát több mint 10%-kal kevesebb volt azoknak az aránya, akik pedig azt mondták, hogy mostantól nem eszek több édességet. Úgyhogy az első dolog, amikor majd megfogalmazom az újévi fogadalmamat, az, hogy mindenképpen pozitívat írjak le. A második érdekesség az volt egyébként, hogy képzeljétek el, akik a legtöbb segítséget kapták, ők egyáltalán nem voltak sikeresebbek azoknál, akik kevesebb segítséget kaptak. Egész pontosan ők arról nyilatkoztak, hogy még egy kicsit olyan stresszesen is élték meg, hogy folyamatosan új információkat kapnak, folyamatosan ellenőrzik őket, és nagyjából ugyanott végeztek egyébként, mint a többi, de egy icipicivel alacsonyabb volt a sikerüknek az aránya azoknál, akik kevesebb segítséget kaptak. Akik a legkevesebb segítséget kapták, ők végeztek a második helyen, és a legsikeresebbek azok voltak, akik kaptak egy pár tippet arról, mint ahogy most is én elmondom nektek, hogy én hogyan fogom megírni az újévi fogadalmamat, viszont nem ellenőrizték őket folyamatosan. Ezen a tanulmány leírása alapján a tanulmány készítői is meglepődtek, hogy ez lett a végeredmény. Egyébként, ahogy haladtak előre az évben, úgy lehetett észrevenni, hogy egyre kevésbé csökken azoknak az aránya, akik elérik az újévi fogadalmukat, ugye egyre kevésbé bírták betartani. Viszont még az év végén is 55% volt azoknak az aránya, akik egyébként elérték az újévi fogadalmukat, úgyhogy ez mindenképpen kecsegtető számomra, azzal biztat engem, hogy ha újévi fogadalmakat teszek, akkor van rá esély, hogyha kitartó vagyok, hogy elérjem őket. Ugyanez az arány egyébként januárban még 89% volt, tehát akkor még alig voltak olyanok, akik megtörték volna az újévi fogadalmukat. Február végére már csak 81% volt, utána 75, 74, 73. Úgyhogy folyamatosan csökkent egyébként a siker, viszont érdekességképpen valahol a nyár közepén visszafelé indult el, júniusról júliusra, illetve augusztusra és szeptemberbe. Képzeljétek el, elkezdett egy icipicit nőni, tehát valószínűleg ott jött el az emberekbe, nem tudom, jött a nyári strand szezon, és akkor vették észre, hogy valóban még rosszul néznek ki, és gyorsan még belehúztak a diétába, vagy a szeptember közelettével lehet, hogy ott, ahogy az iskola beindul, akkor elkezdtek valamilyen tanfolyamot, ugye a tanulmányokkal, a munkával kapcsolatban, nem tudom, hogy mi lehetett egyébként az oka, ez érdekes kérdés lenne, de nem találtam erre magyarázatot. Na nézzük meg gyorsan, hogy én milyen célokat fogadtam meg tavaly, aztán kezdjük az ezévi céljaimnak a meghatározását. Itt van a tavalyi naptáram. Meséltem nektek, hogy én minden nap ebbe jegyeztem fel, hogy milyen pozitív és negatív dolgok történtek velem, illetve minden hónap elsején felvezettem bele, hogy mennyi volt a bankszámla egyenlegem, mennyi volt a súlyom, mennyi YouTube feliratkozom volt, tehát a számomra fontos statisztikákat, hogy hónapról hónapra tudjam figyelni az előre haladás, tehát a javulási mértékét. Na de itt a legelején van három cél, amit meghatároztam. Azt mondja, fogyni, ez nagyon vicces, először az van írva a 30 kg-ot, majd a hármasát van írva egy négyesre. Nos, ami tetszik benne az az, hogy könnyen mérhető, ugye ott van a szám, amit meghatároztam, viszont egy picit ambiciózus volt. Nos, hogyha az eredeti 30 kg-ot meghagytam volna, akkor majdnem elértem volna, hiszen az idei évben 27 kg-ot sikerült fogynom. És egyébként egy másik tanulmányban azt olvastam, hogy az is nagyon fontos lesz, amikor új fogadalmakat teszünk, hogy azt is jegyezzük fel, amit már elértünk. Tehát ne nulláról induljunk, tehát majd ne az lesz, hogy le akarok fogyni 20 kg-ot, hanem sokkal pozitívabb, sokkal jobban kitartunk, hogyha úgy fogom megfogalmazni a jövő évi célomat, hogy bár már sikerült elérnem mínusz 27 kg-ot, még szeretnék hozzáadni egy extra 15 kg-ot. Szóval az elsőre azt mondom, egész jól sikerült teljesítenem, ha azt nézem, hogy a 67-67%-a 40 kg-nak, akkor azt mondanám, hogy 67%-kal az már a legtöbb vizsgán is átment kategóriának számít. A kettes célom az volt, hogy a németemet szeretném rendbe rakni és eljutni C1-es szintre. És egyébként ebben a füzetben még ilyen kérdések is vannak, hogy miért. Azt írtam, hogy szégyellem a németemet, és mit kell tennem érte, tanfolyamot kell elvégezni, és mire van hozzá szükség, elszánni magamat. Nos, hát ahelyett, hogy C1-re jutott volna a németem, szerintem még tovább romlott, ugyanis az idei évben egyedül a fizioterapeutámmal sikerült németül beszélnem, szóval azt gondolom, hogy ez egy bukás volt. A harmadik célom pedig az volt, hogy boldoggá válni. Azt írtam, miért? Ez így nem élet. Mit kell tennem érte? Kilépni a komfortzónámból, és mire van hozzá szükség?
bátorságra. Nos, ezzel a céllal, hogy boldoggá válni, ezt amikor ma elolvastam, akkor döbbentem rá, hogy igen, ez nem volt elég specifikus, most ebben a pillanatban, amikor itthon ülök egyedül, nem történik semmi, akkor boldog vagyok, miért lennék boldog itt az üres, csendes lakásban, már persze értem, igen, ennek is lehet örülni, mert aki hajléktalan, ennek örülne, de nem menjünk bele ebbe a beszélgetésbe. Tehát, hogy a boldogság az annyira ilyen pillanatnyi állapot, hogy az ember van egy pillanat, amikor azt mondja, hogy fú, most milyen klassz minden, milyen szuper, bár így állna meg a világ, és így maradna minden, de nem igazán mérhető számomra ez a boldogabbá válni, úgyhogy a jövő évben ezt nem fogom megfogadni, ugyanis most, hogy meg kell mondanom, hogy ezt elértem, vagy nem, nem tudom megmondani, hogy én most boldogabb vagyok-e, mint egy évvel korábban. Egyébként, akinek segítségre van szüksége, van egy ilyen munkafüzet is, amit le lehet tölteni, ezt Niki barátnőm töltötte le nekem, előtted az év, 2020-2021, ezt is be fogom linkelni, ha minden igaz, akkor ezen a yearcompass.com-on találta, ugyanis itt a hátuljára ez a link van írva. Szóval ez egy ilyen munkafüzet, amiben rengeteg segítséget adnak, olyan szempontból, hogy kategorizálják, és azon belül meg tudod határozni, hogy mi az, ami meghatározó lesz számodra a következő évben, mi az, amit szeretnél elérni, mi a legfontosabb, tehát többek között itt van család, magánélet, munka, pihenés, körülmények, mint lakástárgyak, barátok, fizikai, testi területen, pénzügyi, bakancslista, és a többi. Na és akkor itt van előttem a 2021-es naptáram, amiben ugyancsak ez ugyanaz a márkától van, teljesen mindegy, hogy melyik a márka, de egyébként, hogyha valaki ilyet akarna venni, akkor a Plan All, és a Tesco-ban vettem. Szóval itt is a legelején van nagyon világos a kamera, hogy nem látjátok, de három cél, amit meghatározhatok. És akkor még egyszer a legfontosabbak, legyen pozitív a megfogalmazás, hogyha már elértem valamit, akkor építsem bele a célba, hogy csak folytatni szeretném, plusz ez a SMART, amit gyorsan felolvasok, hogy minek a rövidítése. Azt mondja a SMART, az Specific, Measurable, Achievable, Relevant és Time-Based, és egész pontosan ez magyarul, az S az, hogy konkrét legyen, az M, hogy mérhető legyen, az Achievable az A, az, hogy elérhető legyen, az R, hogy releváns legyen, és a T a time-ra utal, tehát, hogy időhöz kötött legyen, hogy meghatározzam, mennyi idő alatt szeretném azt a célt elérni. Szóval akárcsak a svéd tanulmányban az emberek 20%-a, úgy én is a súlyommal fogok először kezdeni, úgyhogy fogalmazzuk meg az első célt. Most vagyok 77 kg, az államsúlyom az lenne, hogyha 59 lennék, ami azt jelenti, hogy még egy 18 kg-ot kellene fogynom, ami végül is vihető súly, viszont egy kicsit ambiciózusnak érzem, mivel már a második évébe léptem a diétámnak. Úgyhogy én szerintem azt fogom érni, hogy 65 kg legyek, mégpedig amiatt, hogy ott már be fog állni a testsúlyindexem, a BMI-m, tehát az normálisba fog kerülni, ott akkor majd már csak azt kell nézni, hogy mennyire vagyok zsíros, hogy ugye átalakítani a testfelépítésemet, és szerintem az sokkal elérhetőbb, mint ez a tavalyi 40 kg-os célom. Szóval első célnak azt írtam, hogy a 2020-as sikeres diétám folytatásaként szeretnék további 13 kg-ot fogyni az idei év végéig. Zárójelben még odaírom, hogy ez egyenlő 65 kg-mal. Úgy érzem, hogy a második célom az továbbra is a némettel lesz kapcsolatos, a tanulással lesz kapcsolatos, ugyanis szégyellem azt, hogy amikor Magyarországon éltem, német volt az első idegen nyelvem, és olyan szuper voltam benne, és ahogy ide költöztem Svájcban, nemhogy javult volna a németem, de végülis a svájci nyelvnek is köszönhetően egyre inkább csak rosszabb lett, úgyhogy ezzel szeretnék valamit kezdeni, viszont fontos, hogy akkor pozitívan fogalmazzam meg, és mérhető legyen. Szóval második célnak azt írtam, a német nyelvben újra magabiztossá szeretnék válni. Napi egy szót szeretnék megtanulni, heti egy nyelvtant szeretnék átnézni. Na és az utolsó harmadik célom, szeretnék visszamenni a kezdetekhez, és megtalálni minden napban a szépséget, hazaköltözni és új karriert kezdeni. Nos, ez nem annyira mérhető, viszont számomra nagyon fontos, releváns, és ugye azt észre tudjuk venni, olyan szempontból mérhető, hogy hazaköltöztem-e, vagy pedig nem, illetve, hogy még mindig a mostani munkahelyemen dolgozok, vagy pedig nem. Na, én nekem ez lenne a három nagy célom, vannak még kisebb céljaim, mint például szeretnék rendszerezett lenni, szeretnék többet olvasni, de ez lenne a nagy három cél,
célom. A párkapcsolatot azért nem írtam ide fel, ugyanis az olyan dolog, hogy hiába határozom el, hogy jövőre megtalálom a jövendőbeli férjemet, hogyha nem találkozok senkivel, ugye? Úgyhogy az is rajta szerepel többek között a céljaimon, de úgy érzem, ez a három az, amit én magam tudok befolyásolni, ez a három az, amit úgy, ahogy mérni lehet, és el tudom érni az év végére. Úgyhogy én remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a mai videót, ha igen, akkor kérlek titeket, hogy lájkoljátok. Érdekelne, hogy nektek milyen céljaitok vannak az idei évre, ne felejtsétek el, legyen mérhető, releváns, legyen egy időhöz kötött, és a többi, ez a smart, be fogom linkelni, mindent be fogok linkelni, ami a mai videóban felmerült. Szóval, hogyha tetszett nektek a videó, akkor kérlek titeket, hogy lájkoljátok, és ha szimpatikus vagyok, de még nem iratkoztatok fel a csatornámra, azt néztem, hogy közel 50%-a azoknak, akik nézik a csatornámat, nincsen feliratkozva, akkor kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel. Sziasztok!